A lakás áfa még 2016. január 1-ével csökkent 27%-ról 5%-ra. A bejelentésben már akkor is kiemelte a kormány, hogy a kedvezmény átmeneti időszakra szól, 2019. december 31-éig. Varga Mihály múlt héten pedig épp arról beszélt, hogy a kormány nem tervezi a dátum hosszabbítását. Az eredeti cél a családok támogatása volt, azonban egyre inkább az ingatlan befektetők célpontjává vált a kedvezményes áfa. Az, hogy kifizeti majd a plusz költségeket, ha átcsúszik egy-egy beruházás 2020-ra, az a szerződésektől függ, hogy abban a vételár megállapítása bruttó módon, tehát az áfával növelt vételárral együtt, vagy pedig nettó módon, tehát nettó vételár plusz áfával történt. Szakportálok szerint sok építkezés a nagyfokú munkaerőhiány miatt csúszott meg az elmúlt években. Mi azt mondjuk, hogy erre a 3 évre vállaltuk azt, hogy lemondunk egy jelentős adóbevételről, és összekötjük a demográfiai kérdéseinket a lakásépítések, a beruházások fejlesztésével. És ennek érdekében a kormány adott egy adókedvezményt. Nem tervezünk hosszabbítást, 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény. Arra biztatok mindenkit, hogy ha tudja, akkor eddig az időpontig vegye igénybe ezt az adókedvezményt, ezért találtuk ki, ezért indítottuk el, ezért támogattuk ezt a parlamentben. Szerintem az a korrekt, az a tisztességes, hogyha a kormány, ha egy ilyen adókedvezményt egy átmeneti időszakra elindít, akkor nem piszkálja ezt folyamatosan, mert akkor előbb-utóbb senki nem fogja komolyan venni a kormány döntéseket. Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a kiadott lakásépítési engedélyek száma országos szinten. 2017-ben pedig már több mint 14 ezer lakást vettek használatba. Ez 44%-os növekedést jelent az azt megelőző évi adatokhoz képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például 2017-ben 384 lakás épült fel. Ez 2016-hoz képest 75%-os emelkedést mutat. A kiadott lakásépítési engedélyek száma pedig a felépült lakások duplájára nőtt. Számuk összesen 788 volt. A statisztika további javulást mutat. 2018 első negyedévében már 3394 új lakás épült, 65%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott engedélyek száma pedig 9850 volt. Ez a szám pedig 3,4%-kal magasabb a 2017-es számokhoz képest. A KSH lakásstatisztikai munkatársa kiemelte, a fellendülést a kiadott engedélyek száma mutatja, később pedig a használatba vett lakások számán látható majd a növekedés. Az építkezések számának alakulása befolyásolja a megszűnt lakások számát is. 2017-ben 2001 pár száz lakás szűnt meg Magyarországon. Itt természetesen csak azokról a lakásokról tudunk, amelyeknek a megszűntéről az építési hatóság tudomást szerez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyébként egészen kevés 67 lakás szűnt meg. Annyit kell tudni erről az adatról, hogy általában olyankor szokott megemelkedni a megszűnések száma, amikor maga az építkezés is megélénkül, és ennek az az oka, hogy a lakás megszűnések általunk megfigyelt esetei azok részben az épületek elavulásával meg össze, amikor egyszerűen lenyészik, összeomlik egy ház, már a másik része viszont az új lakások építésére, tehát gyakran arról van szó, hogy egy adott telken egy már elavult épületet lebontanak, és a helyére épül új épület. A kormány eredeti terve a családok segítése volt a kedvezményes áfával, és bár az 5%-os áfa kulcsot előre láthatólag eltörlik 2020-tól, az évek óta népszerű családi otthonteremtési kedvezmény továbbra is elérhető lesz a családok számára.